ez egy jó mondat volt. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olvasó vlog lesz, mégpedig a Bronzvárosról, S.A. Chakra Bortitól, ugyanis igen, végre elkezdtem a Bronzvárost, annyit mondogattam, hogy igen, most már ez megtörtént. Ilyen 30 oldal után úgy gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ez most egy alkalmas könyv lenne egy olvasó vlogra, ugyanis elég vaskos, úgyhogy belefér több bejelentkezés is, és kevésbé veszélyes, hogy kb. Két bejelentkezés alatt végigolvasom az egészet, bár az is előfordulhat, ki tudja. És ezt a videót, Andi, neked dedikálom, minthogy miattad olvasom igazából félig meddig azért a Bronzváros. A történetről egyébként így nem emlékeztem már, hogy mi, nagyjából az van, hogy Narit követjük, aki ilyen szemfényvesztésből él meg, de hogy van valami különleges gyógyítós képessége, ami egyelőre nagyon érdekes. És annyit láttam a fülszövegen, hogy az lesz a történet, hogy véletlenül, ő egyébként nem hisz a mágiába, de véletlenül megidéz egy dzsint. Ez vezeti majd különböző kalandokhoz és bonyodalmakhoz. Most egyelőre ott tartok, hogy 42 oldalt olvastam a könyvből, és pont most értünk el oda, hogy már megjelent ez a dzsin. Legalábbis gondolom, hogy ő lesz a dzsin. Eddig tetszik, és érdekes, és ez az arab hiedelemvilág is már elég rendesen bejött, ráadásul én nem tudtam, hogy ez egy történelmi fantazi. Szóval ez egy ilyen kellemes meglepetés, hogy ez egyébként ilyen történelmi fikció is közben, de fantazi is, tehát hogy Kairóban kezdődik a cselekmény, és akkor így ott Észak-Afrika körül fog játszódni a sztori. Egyébként van hozzá térkép is. És ugye itt van Kairó. Szóval, ja, úgyhogy eddig tetszik, és kíváncsian várom, hogy lesz a folytatás. Most úgy érzem, hogy elég jól csúszik, mert igazából elég rendesen visz magával, most így az elején legalábbis már a történet, mert hogy még így annyira nem vágom, hogy mi történik, csak így kapkodom a fejem, hogy mi van. Úgyhogy eddig tetszik, eddig így állunk, és akkor ebben a videóban fogom olvasni végig a Bronzvárost. Szóval, Bronzváros, újabb bejelentkezés. Hát igazából még nem olvastam olyan sokat. Relatív. Szóval most vagyok 88 oldalán, és csak azért szerettem volna egy bejelentkezést, mert egyrészt kellett egy indexkép, és ha már felöltöztem, akkor gondoltam bejelentkezek. Másrészt most már volt fejezet a másik nézőpont karakter szemszögéből is, legalábbis gondolom, hogy ez a kettő van, aki Ali Herceg. Egy dzsin, azt hiszem, ha jól vettem össze az információkat, és kicsit összezavarodtam, mert én azt tudom, hogy ebben egy ponton lesz egy jó romantikus szál, nem ebben a kötetben feltétlenül, de a sorozatban magában, és most nem tudom, hogy Nari és Ali között lesz-e, vagy Nari és Dára között. Mert biztos vagyok benne, hogy valaki mondta név szerint, hogy ki között lesz még egyszer, amikor még nem kezdtem el a Bronzváros, de most nem emlékszem, melyik volt. És nem akarom elszpoilerezni. Egyébként így 88 oldal után eddig egyébként tetszik nagyon az egésznek a hangulata. Nagyon érdekes a világ. Még gondolkodok, hogy elmerjem-e olvasni, a végében van függelék. Amit azért gondolkodok, hogy elolvassam el, hogy kicsit memorizáljam a szószedetben azt, hogy mi micsoda, mert elég sok számomra ismeretlen kifejezés van, vagy mágikus lény, vagy ilyenek, és az lehet segítene, bár úgy látom, hogy általános fogalmak meg lények vannak benne, úgyhogy lehet biztonságos terep lenne előre elolvasni, meg odalapozgatni, amikor így elveszek, hogy mi micsoda. Szóval eddig nagyon tetszik a hangulat, és kíváncsi leszek, hogy
Hát gondolom egy ponton ez a két nézőpont karakter egyrészt összetalálkozik, meg hogy ebből az egészből így mi lesz. Eddig elég izgalmas, főleg ahogy így szép lassan derülnek ki már azért információk arról, hogy valószínűleg Narinak mi a származása, és hogy honnan vannak erejei. Azért mondom több eszembe, mert itt kiderült nyelveket is nagyon könnyen tanul. Úgyhogy érdekes ez, érdekes, eddig tetszik. És ugye tegnap pont olvastam az Alinak a szemszögéből azt a fejezetet, ami volt, és abba is így új dolgok kerültek be, még nem mondom, hogy mindent értek teljes mértékben, amik így az elején meg vannak alapozva, de nyilván ez egy viszonylag hosszú könyv, és még az elején megy azért a világépítés is. Megpróbálom összeszedni pontosan az információkat, hogy hol vagyunk, mi történik, mi micsoda, ki kicsoda, de eddig egész jól megy, úgyhogy eddig tetszik. Jó döntésnek tűnt végre elolvasni a Bronzvárost. Igen, úgyhogy egyelőre ennyi, nem akartam ezt egy hosszúra nyújtani, csak egy ilyen második bejelentkezésnek, hogy most már azért majdnem 100 oldalt olvastam, ami szerintem körülbelül az a része szokott lenni a fantasy könyveknek, ahol a bevezetést le tudjuk. Nagyjából. Hát most vagyok 160 oldalnál a Bronzvárosban, és most volt benne egy... Nem volt még sok fejezet Alival, de most volt egy, és Ali, my sweet summer child. Volt egy rész, ahol közölték vele, hogy a tesója vagy féltesója azért nem jön egy ilyen meghallgatásra, mert hogy egy gazdaságügyi miniszterrel vagy kivel tárgyal. És akkor így magában úgy gondolja, hogy hát pedig ő nem is jó matekból, úgyhogy nem is érti, miért... Nem érti, hogy került ő egy ilyen gazdaságügyi tárgyalásra. Tárgyalnak. Tárgyalnak azzal a miniszterrel. És nem esik le neki a fejezet végéig. Itt sírtam a röhögéstől azon a részem. Illetve nagyon sippelem Dárát, és szegénynek mindig elfelejtem Narit. Úgyhogy nem tudom, hogy ez még baj lesz-e vagy sem, de olyan jól rezegtetik egyelőre az Enemies to Lovers szállat, hogy remélem, hogy így ez lesz benne. Egyelőre nagyon sippelem őket. Igen, meg így most már jobban bejött az, hogy Aliék szállán ez a politikai rész megy, úgyhogy azt még dolgozom fel kicsit agyilag, de hogy egyébként tetszik. Ez egy jó mondat volt. Tudok beszélni. Na mindegy, úgyhogy nagyjából itt tartok, csak meg akartam örökíteni az utókornak, hogy Ali nem értette a tárgyalás, az milyen tárgyalás volt. És ez valamiért engem most rettentő módon szórakoztatott. No, szeretnék egy újabb bejelentkezést így most megtenni a Bronzvároshoz, mielőtt egészen véletlenül befejezem még így a mai meg a holnapi nap folyamán a könyvet, ugyanis most már majdnem olyan 60%-nál vagyok, mint látható. Ma végre le tudtam ülni olvasni, mert az elmúlt pár napban a Daisy Jones sorozatot néztük anyáikkal, és így esténként már nem nagyon volt időm olvasni. Úgyhogy most, mert vannak bennem érzések, amiket Andinak már így írogattam olvasás közben, ilyen random infókkal bombáztam, amikre szegény már nem is emlékszik, mert ilyen kis pici mozdulatok a könyvben, amikre így idő után már nem emlékszik az ember. Na mindegy, szóval. Most vagyunk ott a kötetben, hogy végre jutottak Nari és Dára, végre eljutottak Devabadba. Mennyi minden történt, basszus? Szóval az a helyzet, hogy az történt, hogy ez a kettő ember itt, akiről most beszélek, ezek összemelegedtek végre egy barlangban, és így
a shippingem az elkezdett fölfele kúszni, de aztán Andi elbizonytalanított, mikor írtam neki. És aztán megérkeztek Devabadba, és volt egy darab interakció Ali és Nari között, és így... Elgondolkoztam, hogy lehet, hogy ezt is shippelem? Mik lesznek itt, úgyhogy félek. Nem tudom, mire számítsak. Mi fog itt történni. Meg így végre egyébként elértem azt a szintet a könyvben, hogy amikor ilyen helységeket, mint a Toharisztán, vagy ilyeneket így bebombáznak a könyvben, végre tudom, hogy miről van szó. Végre összeraktam, és megjegyeztem a dolgokat, hogy oké, mi micsoda, most kb. Miről van szó, meg kikről van szó, meg kinek az ellenségei, meg a haverjai. Úgyhogy végre ezt összeraktam, úgyhogy így emiatt is sokkal egyszerűbb haladni a könyvvel, mert azért az idő, mire az ember összeállítja a kis madzagokkal az összeköttetéseket magában. Mint kiderült, úgy néz ki, hogy Nari nem is Safit, nem félig ember, félig Jin per Dave, éppen ki írja le magát, hanem úgy tűnik, hogy csak van rajta egy bűbáj, vagy átok, ami miatt mindenképpen embernek tűnik, de nem az. Úgyhogy vannak itt plot twistek, kérem szépen. Igen, nem tudom, mire számít csak a továbbiakban. Én eskü úgy emlékszem, hogy azt mondta volna Andri a Devabados videójában, vagy valami videóban. Én úgy emlékszem, Andi mondta, nem biztos, már viszonylag régen a radaromon van ez a könyv, és még azelőtt hallottam a romantikus száról benne, szóval ki tudja, mikre emlékszem jól, és miket csak az agyam utólag rakott össze. De az a lényeg, hogy én úgy emlékszem, hogy ebben valami slow burn van, de most, hogyha az eredeti shipemet nézem, az most nem annyira slow burn, meg Dára most lép le, és akkor hülyeség lenne, ha nem a két nézőpont karakter jönne össze, de biztos akarom-e, hogy a két nézőpont karakter jönne össze. De ők most össze lesznek zárva egy kastélyba, szóval biztos fog... Nem tudom. Konfliktid vagyok, hogy mit érezzek most pontosan. De hát még nem fejeztem be, de elárulom, már nézegettem, hogy ugyan mennyibe kerülne a Részkirályság és az Aranybirodalom. Mert van egy olyan érzésem, hogy ezt folytatni fogom. És tekintve, hogy sokáig tartott ez, vagyis egy elég masszív világépítés van benne, ami nekem nem ismerős, a fogalmak miatt se, ugyebár. Hasznos lenne minél előbb folytatni ezt a sorozatot, amíg még emlékszem a különböző törzsekre, meg ilyen-olyan dolgokra majd, úgyhogy... És bevallom, még a politikai cselszövéseket nem teljesen látom át, azt egyébként láttam előre, hogy az a Rashid nevű titkár az turpisság lesz, tehát az annyira egyértelmű volt, mert Ali, my sweet summer child, nem olvasott még elég cselszövős fantasy regényt, nem tudja, hogy megy ez. Na mindegy, nem tudom. Az a lényeg, hogy ki kell derítenem, hogy kiket kell sippelnem. Anélkül, hogy megnézem. Nagyon, nagyon erős személy vagyok most jelenleg, mert például a Wings of Fire-nél, mikor így láttam, hogy itt két frontos háborút fogunk vívni, azaz be fog jönni egy szerelmi háromszög, azonnal ment a Google. És ott leszpoilereztem magamnak. Itt még nagyon erős vagyok, és nem spoilerezem le magamnak a romantikus szállat benne, de ehhez nagyon-nagyon erő kell jelenleg. Nagyon-nagyon erő részemről ez most, úgyhogy megveregetem a vállam, hogy egyelőre még bírom. Úgyhogy megyek olvasni, már most benne vagyok. Még egy gyors bejelentkezés, mert szerintem a következő már az utolsó lesz, tekintve, hogy most vagyok a Bronzvárosban. 428 oldalnál, ami azt jelenti, hogy kevesebb, mint 100 oldal van vissza a könyvből, tehát valószínűleg tartom, hogy a legközelebbi bejelentkezésem, ami vagy ma este, vagy holnap
nap folyamán lesz a befejezése a Bronzvárosnak, úgyhogy nézzük, hogy mi volt az elmúlt olyan 100 oldalon a legutóbbi bejelentkezés óta. Nem tudom még mindig, hogy állok a shippeléseimmel, ugyanis mindig azt mondom, hogy nem szeretem a szerelmi háromszögöket, igaz? Erre emlékszünk elég sok helyről. Az a helyzet, hogy kind of úgy érzem, hogy ebben a könyvben lesz, vagy hát az én fejemben van, és működik. Veszélyes dolgok ezek. Igen. Bár ugye ott van a tény, hogy Dára technikailag halott, vagy nem tudjuk igazából, hogy mi van vele, mert hogy így nem kéne, hogy szabad akarattal jelenleg rendelkezzen és éljen, de hát így az fura, úgyhogy ott még biztos fognak dolgok kiderülni. Viszont ugye ott van Ali, és pont most megmentette az életét Nari. Úgyhogy én itt érzem, hogy amúgy itt biztos, hogy ez e felé megyünk, vagy amúgy aki tudja, hogy merre megyünk, az most röhög rajtam, hogy itt próbálok találgatni, hogy vajon mi lesz itt még kétszer több mint 100 oldalon keresztül, szóval még bőven van mit felfedezni, de hogy nem tudom, ez eléggé foglalkoztat ez a tény, hogy kiket kell shippelnem, mert akkor még szeretem az elején letenni a voksomat, hogy tudjak végig izgulni. De lehet, egy picit most már inkább Ali felé hajlok, bár nem tudom, mi lesz itt komolyan, de Dára nincs eleget benne a sztoriban ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy mármint most már, hogy itt vannak Dévabádban, hogy azt tudjam mondani, hogy aha, veled fognak összejönni. Bocsánat, ha nagyon mozog a kezem, de nem bírom egyenesen tartani a kamerát, és lusta voltam elővenni a nagy állványt. Amúgy, ami még nagyon tetszik ebben a könyvben, hogy ugye előkerült Nari az utolsó Náhida, és Úristen, és így mindenki úgy kezeli, mintha neki tudnia kéne mindent. És el kéne fogadnia mindent, mintha ott nevelkedett volna velük Dévabádba a csaj, meg így nem, amúgy tolvajként nőttem föl az emberek között. Fingom nincs, hogy ti mit akartok tőlem, vagy mit kéne csinálni, vagy mik a ti szokásaitok, és nem is érdekel. Úgyhogy ez így vicces. Meg ugye szegény beleesett ebbe az egész politikai játszmába, amiben őt most nagyon ki akarják használni, ő meg csak így nem érdekel, hagyjatok békén. Mert hogy neki gyakorlatilag semmi köze ugye az egészhez, meg ugye minden ilyen mélyen gyökerezett problémában, amikor ilyen van könyvekben, hogy mert a te őseid ezt tették az én őseimmel, azok meg azt az ő őseivel, és így oké, de azok nem ti vagytok. És ugye mindig ide futnak ki ezek a sztorik, hogy oké, de azok nem mi vagyunk, nem mi tettük, azok régen voltak, így lépjünk már túl ezen, léci, szóval. Ja, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hova fogunk így kifutni, még van 100 oldal. Gyanítom, hogy itt valami, a végére biztos vagyok benne, hogy valami ilyen, valami lavina itt meg fog indulni, mert nyilván meg kell adni a lendületet a második, harmadik résznek, de nem tudom még, hogy pontosan mi lesz, vajon. Úgyhogy ja, de mindegy, Ali él. Meg kell nyugodni, Ali él. Ők lesznek a síp. Áruljátok el nekem, ők lesznek? Nekik kell szurkolni? Találkozunk legközelebb a vlog záró bejelentkezésben. Mik történnek itt az utolsó századalon, kérem szépen? Jesus! Vannak teóriáim. De hogy vajon jók-e? És hogy hova jutunk? Mi van? Ali egyébként Percy Jackson, mert hogy gyógyítja a víz. Befejeztem a Bronzvárost. Sokban vagyok. Emlegettem valamelyik bejelentkezésben, hogy lehet meg kéne rendelni a folytatásokat. Egyébként ez időközben szerencsés módon megtörtént, úgyhogy úgy jövő héten, amikor már nem lesz húsvét, remélhetőleg mehetek értük a boltba. Mert azt a mindenségit. Ez az utolsó századal olyan intenzív volt, hogy azt a kutyafáját.
Le vagyok sokkolódva. Szóval... Ali meghalt. Ali mégse halt meg. Alit megszállta egy ilyen Márida, amik valami gonosz vízi lények, vagy nem bírják a többieket. Fény derült arra, hogy hogyan is vették be anno Dévábádot. Meghalt Dára. Kiderült, hogy Jamshid meghalt, de mégse halt meg, hanem mint kiderült, ő is Náhida. Ráadásul úgy tűnik, hogy a manézse még mindig él, és ráadásul úgy tűnik, hogy akkor nem tudom, akkor az ő gyere... Mi? Jesus! Ez így sok volt nekem péntek délelőtt. Nem olvastam még végig a sorozatot, de annyi mindent értek. Szóval nem. Ja. Ja, és elküldték Alit. Megfosztották a címétől. Mi az Isten történt ebben a... Te jó Isten! Kisöredetem meg a folytatásokat, mert már lehet amúgy... Nem, már Pesten rendeltem meg. Na mindegy, de egy pesti átvételre vettem, de... Sokban vagyok. Jesus! És... Tipegettem egyébként, hogy már, hogy ugye Dárának még nagyon sok ereje van, úgyhogy most akkor Narinak a rabszolgája, vagy nem Narinak, de hogy Nari végül tudott neki mondani parancsot, csak azt nem egészen ugyan, nem volt elég specifikus a parancs ahhoz, hogy ne vérengzősen vitelezze ki, mert most már megtudtuk, miért Kvizimészárosának hívják, amit ugye szintén nem tudom annyira úgymond hibáztatni Dárát azért, amit tett, egyrészt nagyon fiatal volt, parancsolták neki, ő meg istenítette a parancsadóit, úgyhogy megtette, szóval így nem teljesen érzem annyira izének, hogy úristen, nem tudom, bírom Dárát, na. Jó, értem én, hogy szegénynek vannak problémái, el kell küldeni terápiára, vagy nem tudom, kicsit beszélgetni vele, hogy oké vagyunk. Nem tudok más mondani erre a könyvre jelenleg, az a probléma. Most fejeztem be egy ilyen 5 perccel, ezelőtt csuktam be a könyvet, és így ültem még egy kicsit a könyv fölött, hogy hol? Hol van a többi oldal? Szeretném kérni a többi oldalt, légy szíves. Egyébként mondtad Zir is. Szegényeknek nagyon remélem, hogy nem mondom félre a nevüket, csak így... Mondtad Zir és Jamshid. I love you. But... Igen, ez a final reakció erre a könyvre jelenleg. Próbálom összeszedni a gondolataimat, amíg még van a kamerámban hely, szóval, hogy... Igazából én ezt a könyvet elég izgalmasnak találtam elejétől végig, ott a politikai játszmákat, amikor még nem teljesen láttam át, megértettem, ott mondom azt, hogy voltak hézagok, amikor így azt mondtam, hogy oké, haladjunk valami izgibbel, de hogy amúgy meg... Ez egy baromira jól felépített sztori. Egyelőre legalábbis így láttam, hogy hát itt nagyon sok minden van, nagyon sok mindennel összefüggésben, és így a végére rakja össze az ember, hogy mi történik, és amikor így összeáll, akkor így... Azt te kutya fáját! Megvan, mit csinálok áprilisban, Dévábádot olvasok. De én most teljesen ki vagyok, de tényleg, ez így a végére a reakcióm, hogy teljesen ki vagyok. Ja, úristen, mi lesz még itt? Mi lesz még itt? Jó, most megyek húsvét alatt feldolgozom ezt az élményt, ami most engem ért. Agyam eldobom, tényleg. Úgyhogy ez volt a Bronzvárosról készült olvasó vlogom. Most elgondolkodtam, hogyha belekezdek, akkor lehet, hogy fogok csinálni a második, harmadik részről is, mert úgy érzem, hogy ehhez így sikerült elég jó reakciókat összeszednem így olvasás alatt, úgyhogy lehet a többi az is lesz, nem tudom. Kész vagyok. Teljesen kész vagyok ennek a könyvnek a végétől. Ja, tetszett a Bronzváros, nem tudom, hogy elég egyértelmű volt-e az elmúlt 5 percből, hogy ja, amúgy tetszett, meg jó volt, és rohadtul izgalmas volt. Nagyon-nagyon várom, hogy folytassam, és ez a folytatás azért fog most megtörténni, mert egyrészt már megrendeltem a könyveket, másrészt itt annyira bonyolult kapcsolatrendszerek vannak így, meg amúgy is minden, hogy ezt most kell folytatni, amíg még benne vagyok, úgyhogy ez most le lesz darálva áprilisban. Ez az áprilisi küldetésem lesz.
amint megkapom az értesítést, hogy mentek a könyvekért, úgyhogy igen. Jó az a bronzvárosja, eléggé adja. Jó van. Nos, hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal, ami lehet, hogy egy mi az részkirálysággal folytatjuk ezt a vadutazást, amire vállalkoztam.